talán még ebben a korban nem tudtam, hogy mentős leszek, de mondjuk ilyen 5-6 éves koromban már tisztán láttam, hogy ezen az úton fog elindulni. Úgyhogy nekem az egész életem erről a mentőszolgálatról szólt. Ha valaki Györgyfi Pál után érdeklődik, általában az embereknek a mentőszolgálat sajtószóvívője jut eszébe. Tényleg az vagyok, akit a tévében látnak, olyan értelemben is, hogy nekem szerencsére nem kell szerepet játszani, amikor a mentőszolgálat szóvivőjeként vagyok a tévében, mert én kicsi gyerekkorom óta, most azt nézem, hogy ki a legkisebb a teremben, nagyjából már látom, ebben mi benne voltunk, ebben a kisebben, nem? Mentő nem? Oké. Tehát, hogy oké. Pedig, ahogy medinai vendégeskedése során mesélte, 25 esztendőig ő is mentőautóban teljesített szolgálatot, és ma a sajtókapcsolatok ápolása mellett is fontosnak tartja az egészséges életmódról szóló felvilágosítást. Magyarországon egyre hosszabb ideig élnek az emberek, ez jó hír. Aki ma születik, az hosszabb életre számíthat, mint az 5 évvel ezelőtt született gyerekek. De ami nem ilyen jó hír, az az, hogy egyre tovább élünk betegen, vagyis az egészségben várható élettartam nem nő. Ez ellen kéne valamit tenni, vagyis az egészségünket kéne minél tovább megőrizni, ebben igyekszem a segítséget nyújtani. Én 25 évig mentőztem, mielőtt szóvivő lettem, és ma is benne élek az esetek között, és azt tapasztaltam, hogy bizony a legfontosabb dolog megelőzni a bajt. És amikor elhívtak ide Medinára előadást tartani, akkor rögtön arra gondoltam, hogy persze egy kicsit bemutatkoznék, nem személy szerint, hanem a mentőszolgálat munkáját bemutatnám, de utána amilyen gyorsan csak lehet rátérnék arra, hogy hogyan lehet megelőzni a bajt, hogy lehet megőrizni az egészségünket, úgyhogy egy kicsit az egészséges életmódot is megpróbálom egy az én szempontomból népszerűsíteni, másrészt pedig nem bújjatok ki a bőrömből, arról is szó lesz, hogy mit tehetünk akkor, ha mégis megtörténik a baj, hogyan tudunk segíteni. Az országos mentőszolgálat nemzetközi összehasonlításban is egyedülálló. Kevesen tudják Magyarországon, hogy ilyen mentőszolgálat a világon máshol nem igen létezik, tehát ahol országos egységes szervezet működne, ilyen nincs máshol. Hogyha nemzetközi mentőversenyre mennek a magyarok, akkor rendszerint a dobogón végzünk, pedig amerikai, japán, német és még sok-sok csapat mérkőzik egymással, úgyhogy nincs okunk szégyenkezni, mindig próbálunk még jobbak lenni, de az biztos, hogy a társadalom segítsége nélkül egyedül erre nem leszünk képesek, ezért fontos ez az előadás is. A mentőket mindig is becsülték, és tisztelettel beszéltek munkájukról. Ugyanakkor a segítség például a közutakon vagy a közlekedésben sok esetben nincs meg, mondja Györgyfi Pál. Az elmúlt években mi azon voltunk, hogy megpróbáljuk ezt a foglalkozást valahogy népszerűbbé tenni, hiszen egy olyan világban élünk, ahol például a gyerekek, akik pályaválasztás előtt állnak, inkább a pénz, a karrier világa felé orientálódnak. Nekünk az a feladatunk, küldetésünk, hogy megmutassuk, hogy van egy másik irány is, ami lehet, hogy nem annyira a pénzről szól, bár most már a fizetések szerencsére nálunk is emelkednek, de legalább annyi, sőt, lehet, hogy több örömöt és megbecsülést hozhat a mindennapokban, úgyhogy mi abban vagyunk érdekeltek, hogy az életmentő hivatást minél több értékes fiatal válassza. Miközben a mentőket, ha megkérdezzük az utca emberét, hogy mit gondol a mentőkről, akkor mindenki azt mondja, hogy nagyon tisztelem, becsülöm őket, mindenki talál a családjában olyan történetet, amikor már szüksége volt a mentők segítségére. Azért a gyakorlatban kevesen tudják, hogy hogyan tudnák segíteni a mi munkánkat. Úgyhogy vannak olyan kis videóink most már, amik kifejezetten arról szólnak, hogy hogyan kell elengedni a mentőautót, amikor szirénázva érkezik. Arra kérjük az embereket, hogy lehetőleg ne tegyék süketté magukat a forgalomban, halkítsák le a zenét, vegyék ki a fülükből a fülhallgatót, mert ha jön a szirénázó mentőautó, akkor lehet, hogy baleset lesz a következmény. Úgyhogy igyekszünk egy picit megfogni az emberek kezét, és olyan szempontból is, hogy egyre többször esik szó arról, hogy hogyan tudnak újraélesztést kezdeni addig, amíg a mentő megérkezik. Most már van egy olyan mobil applikációnk is, egy telefonapplikáció, amit bárki letölthet a telefonjára, és ha nagy baj van, akkor nem csak mentőt küldünk a helyszínre, hanem riasztjuk a legközelebbi elsősegélynyújtót is. Magyarországon már több mint 20 ember életét mentették meg így. Mindig gyanús az, hogyha egy nyakkendős ember idejön és osztja az észt, mondja az okos tanácsokat. Én úgy gondolom, hogy inkább tekintsük át együtt, hogy mi mindenen múlik az, hogy meddig élhetünk 2019-ben Magyarországon, milyen tényezők azok, amik ártanak, mi az, amivel egy kicsit segíthetünk magunkon. És mindezt megpróbálom úgy tenni, hogy hiteles legyen. Ez azt jelenti, hogy a bort iszik, vizet prédikál helyett, én magam is igyekszem egészségesen élni.